meg fogjuk nézni ezúttal azt, hogy mit tudunk meg az írásból arról, hogy mit jelent az, hogy az ember kiválasztott, vagyis kívül áll a világon szent más szóval, illetve hogyan is érhetjük el ezt, az állapotot. Elkezdjük egy János hatos, első fejezet hatos verse. Vala pedig egy Elohimtől küldött ember, akinek a neve János Hukanon. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Szóval ez az ember Juhukonon János azért jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Mi is a világosság, azt megtaláljuk Zsoltárok 119-es Tehelim 119-es fejezetben, ahol így szól a 105-ös vers, az én lábamnak szövét neke, a te igéd, a lámpása, a te igéd és ősvényemnek világossága. Tehát a mindenható szava, ez a világosság, Tehelim Zsoltárok 27-es fejezet, Jahua az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? Tehát a teremtő, illetve az ő szava, Tehelim Zsoltárok 36-os fejezet, mert nálad van az életnek forrása, ami a te világosságot által látunk világosságot. Úgyhogy ez a világosság, amiről János, a illetve a Húsák másiák a megváltó tanúbizonságot tesz, ez a mindenható szava. Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy tanúbizonságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden ember. A világban volt, és a világ általa lette, a világ nem ismerte meg őt. Akárcsak azóta folyamatosan, leginkább napjainkban. A világosság már itt volt, hiszen a szó, a mindenható szava mindig is itt volt a Földön az emberrel, azonban a világ nem ismerte, mivel nem követte. Hogy miért nem ismerte a világ? Azért amit János a harmadik fejezetben ír, 19-es vers, ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, a törvénytelenséget, a, a törvények eltörlését, a szabadságot, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak valának. Hiszen az emberek cselekedetei gonoszak voltak, ha a világosság a mindenható szava, akkor a gonoszság, az annak az ellenkező, mert minden, aki hamisan cselekszik, aki hamisan cselekszik, az nem követi a mindenható szavát, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Mindazok, akik harcolnak a parancsolatok ellen, azok ebbe a kategóriába e, tartoznak, hiszen a parancsolat az, ami megvilágítja az ember életét, és, a, és az az, ami fényre hozza az ember bűnös életmódját. Ezért gyűlöli a világ ezért mondja azt, hogy nem ismeri a világ, és nem fogadja őt be. Ezt még meg szerettem volna mutatni, ez Máté Matiahu, 7-es fejezet, 21-es, ahol így szól. Nem minden, aki ezt mondja nékem, Adonai, Adonai, megyen be a mennyek országába, ugye ez az, ahova mindenki szeretne menni, és kopogtat azon az ajtót, legalábbis a, akinek értelme van valamennyire, az mind ide szeretne bejutni. Hanem aki cselekszi, az én menyei atyám akaratát. Mi az ő akarata? Elmondta, hogy mi az akarata. Az ige, a világosság az emberek számára. Ez az ő akarata. Az, aki ezt cselekszi, az megy be. Sokan mondják majd nékem a napon, Adonai, Adonai, nem a te nevedben profétáltunk ki? -e? Nem a te nevedben űztünk ki -e ördögöket? és nem cselekedtünk és sok hatalmas dolgot a te nevedben? Ezek azok, akik mondogatják, hogy szeretik, hogy, hogy micsoda gyógyulásokat láttak, micsoda életük van, micsoda szerencséjük van, ők egyfolytában az utcasarkon erről beszélnek, ajtóról ajtóra járnak kopogtatva. Ezek, ezek az emberek. És akkor vallást teszek majd nékik, ez ugye a megváltó beszél, sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők! Már csak azt kellene megtudni, hogy mi is a gonosztevő, hiszen akármit csinál a gonosztevő, amennyiben gonosztevő marad, nem fog eljutni a királyságba. A Hukkanon, János hármas fejezetben van az, hogy mi a gonosztevő, ez pedig a károsztatás, ahogy az előbb szó volt, hogy a világosság, a mindenható szava, az ige a világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot mert az ő cselekedetei gonoszak valának, mert nem követték a parancsolatokat. Ezek azok az emberek, akik akármit mondanak, akármit csinálnak. Úgyis azt fogja mondani, hogy sohasem ismertelek, mert nem úgy jártál, ahogyan én, ahogyan az atyám mutatta, és ahogyan megparancsoltam nektek. Mikor parancsolta meg? A 24-es versben. Valaki ezért hallja tőlem én, tőlem e beszédeket, aki érti, és meg cselekszi azokat, és úgy él, hasonlítom azt a bölcsemberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. A gonosz tevők nem járnak a világosságban, nem követik a parancsolatokat, mivel az ő cselekedetei gonoszak, és ez az, ami felfedné azt. Erről beszél az egyes fejezettől, tulajdonképpen az egész könyv erről szól. 14-es vers így folytatódik, ez János Jahokonon 1-es fejezet. És az ige testé lett és lakozik mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Ha az ige testé lett, ő volt a megváltó, és közöttünk lakozik, hogyan és miért törölte volna el azt a törvényt, ami ő maga és ami a mindenhatótól jött aki teljes vala kegyelemmel és igazsága mi az igazság, Zsoltárok Tehelim 33-as fejezet, mert Jahua szava igaz, és minden cselekedete hűséges, szereti az igazságot és törvényt. Jahua kegyelmével telve a föld, a mindenható szava az igazság, 19-es Zsoltár Tehelim, 119-es bocsánat, és az igazságnak beszédét se vedd el soha az én számtól, mert várom a te ítéleteidet, megtartom a te törvényedet mindenkor, mindörökké. Ez az igazság. Tehelye Lém Zsoltárok 138, második vers, Szent Templomot felé hajlok, és magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért, mert minden neveden felül felmagasztalálod felmagasztalád a te beszédedet, az ő szavát. Ez az igazság. Más kérdés az, hogy magasztalja a nevét, tehát a nevét nem árt tudni, hiszen minden nevén felül felmagasztalá az ő szavát, ami az igazság, és még a nevénél is fontosabb, annak ellenére, hogy ma mindenki arról próbálja meggyőzni magát, hogy se a neve nem fontos, se parancsolatai és az instrukciói, ami az igazság és az ő beszéde. És ő volt az, aki az, az Atya dicsőségét elhozta. Azok az emberek, akik akkor éltek, látták az ő dicsőségét, mint az Atya első szülöttjének dicsőségét. Ő volt az, aki dicsőítette magát, a Teremtőt, az Atyát, a Huát a Földön azáltal, ahogyan élt. Ugyanez lenne a mi feladatunk. János e Hukanon bizonyságot tett őróla, és kiáltott mondván ez vala, akiről mondám, aki utánam jö, előttem lett, mert előbb volt nálamnál, ugye ez a Husach, ha másiak, a mindenható szava, és az ő teljességéből vettünk mindjárt kegyelmet is kegyelemért. Mert a törvény Mózes Mosé által adatott a kegyelem és az igazság, ugye Husach, ha által lett a kegyelem ugye azt jelenti, hogy mindazoknak, akik addig éltek a bűneik, amiket tudatlanságban elkövetnek, és akik utánuk lettek, és tudatlanságban élnek és bűnt követnek el, azért kegyelmet kapnak, amennyiben megvallják, hogy a húsak másiák maga az atya elsőszülött fia, és elfogadják az ő áldozatát, és járnak az úton, amelyen ő járt, nem a pogányok útján, nem a saját útjukon, hanem azon a keskeny úton, amit ő kijelöl. Így kapnak kegyelmet. Az igazság pedig általa lett, hiszen ő mutatta meg azt, hogyan kellene azt a törvényt, amit Mózes általadott a mindenható, az életben véghez vinni. Tehát, ha nincs törvény, nincs igazság mivel a törvénynek a, az élése, ahogyan él az ember a törvény által, az az igazság így lett a másiák által, a kegyelem és az igazság Elohimet. Soha senki nem látta az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. Nem látták a mindenhatót, hiszen soha nem ő jött le, hanem mindig is a másiák, aki nem más, mint a mindenható. Ilyezőjebb téve, angyala, malak, jahua, ő az, aki megmutatta. Azonban, mikor eljött, ő jelentette ki azáltal, ahogyan ő élt. Ha nekünk nem kellene úgy élni, akkor ezek szerint mi nem tudjuk őt dicsőíteni, nem tudjuk őt kijelenteni. És akkor az azt jelenti, hogy ő nem fog minket megismerni, ahogyan azt mondta. A mi feladatunk az, hogy ugyanezt a dicsőséget hordozzuk mindenfele, amerre járunk azáltal, ahogyan élünk ha nincsenek parancsolatok, ez nem lehetséges. Az étkezés, a szombatnap, a, az ünnepek épp úgy hozzátartozik ehhez, mint az, hogy ne paráznák, hogy ne lopj, és uh, ne egyél vér. A mindenható nem fog sem egy tisztátalan, sem egy engedetlen, sem egy lázadó testben, illetve lélekkel együtt lakni. És hogy aki nem tartja be, az sajnos uh, azzal nem fog foglalkozni, hiszen ezt kijelentette ezer szerepben a könyv. Ezek tükrében hogyan gondolhatja bárki is azt, hogy élet úgy, mint egy pogány, vagy a saját feje után mehet, és el fogja fogadni mindenható az egy rejtély. Nézzük meg, hogy Pál Saul miről beszél. Első korintusi egyes fejezet Saul Pál, Husákha másiáknak Elohim akaratába elhívott apostola, és sostenes az atyafi. Az Elohim gyülekezetének, meg Korintusban van, a hamásiák Jahusában megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi adnájunk, Jahusák hamásiák nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken. Mindazoknak ír, akik elfogadják Jahusák hamásiák a megváltó áldozatát, akik elhívottak, és akik segítségül hívják az ő nevé, akik úgy élnek. Ezekhez beszél mindig. Nézzük Rómaiakhoz 12-es. Kérlek azért titeket, atyánféli Elohimnek irgalmasságára, hogy szálljátok oda a ti testeiteket élő, szent és Elohimnek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Ha ez egy áldozat a mindenhatónak, az, ahogyan mi élünk, a mi testünk, a mi életmódunk, akkor az hogy lehet tisztátalan, hogy lehet törvénytelen, hogy ő elfogadja. Remélem az nyilvánvaló mindenki számára, hogy akkor ez egy ugyanolyan áldozat, amit akkor régebben az emberek hoztak, mint egy állatáldozat. Ugyanezt akarta akkor is tőlük egyébként, hogy úgy éljenek. Csak adott nekik egy módot, hogyha bűnt követnek el, akkor azért a bűnért megbocsátást nyeresenek, úgy, hogy feláldoztak egy áldozat, de nem tanultak ebből, azonban a lényeg az, hogy a mostani áldozatnak ugyan ugyanolyanak kell lenni, mint az akkorinak. Nézzük meg, hogy milyen volt három Mózes, Vaikra, egyes fejezet. Ha tulok áldozik egészen égő áldozattal, himmel és éppel áldozzék, a gyülekezett sátorának ajtajához vigye az, hogy kedvessé legyen az úr előtt. Himmel és éppel, azaz hibátlanna. Szarvasmárthoz égő áldozó, csak is épp és egészséges bika legyen. A 22-es fejezet, ha valaki hála áldozattal áldozik a huának, akár fogadásának teljesítésére, akár szabad akaratból, akár tulokféléből, akár juféléből, épp legyen, hogy kedves legyen. Semmi fogyatkozás ne legyen abból, abban. Vakot, rokkant, a csonkát, fekélyes, viszketeges, varast, ilyeneket ne áldozzanak Jahuának, és, és tűzáldozatul ne tegyetek ezekből az oltárra. 5 Mózes, Deberim, 15-ös fejezet. Hogyha valami fogyatkozás lesz benne, sánta vagy vak lesz, akármely fogyatkozásban szenvedő, meg ne áldoz azt, hogy a huának a te hatalmasságodnak. A te kapuidon belül edd meg azt, a tisztátalan és a tiszta egyaránt, mintha őz vagy szarvas volna. Deberim 5 Mózes 17-es fejezet, ne áldozálja Huának a te hatalmasságodnak, olyan ökröt és juhot, melyen valami fogyatkozás van, akármi hiba, mert útállatosság az, hogy Huának a te hatalmasságodnak. Akkor hogy lehetne úgy élni, mint egy pogány, enni össze-vissza mindenfélét, beszélni mindent, öltözködni, mint egy pogány, olyan ünnepeket tartani, és közben azt mondani, hogy mi vagyunk az áldozat az ő számára, amikor nyilvánvalóvá tette, hogy ő ezt nem, hogy nem fogja elfogadni, hanem hogy ez egy utálatosság az ő szemében. 3 Mózes 22 kimaradta a 20 vers, amiben pedig fogyatkozás van, abból semmit se áldozatok, mert nem lesz kedvesé ti érettetek. Nem lesz kedvesé, amiben fogyatkozás van. Akkor hogyan élhetne úgy az ember? És azt mondani, hogy ő egy áldozat. Egyszerűen nem lehet, és erre figyelmeztet Saul a következő pál a következő versben. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulás által, hogy megvizsgáljátok, mi az Elohimnek jó, kedves és tökéletes akarata. Hogyan lehetne, egy, elmondja egyértelműen, hogy mi az, amit akar? Hogy vizsgálja meg magát az ember, és fedezze fel azt, hogy mi az, amire azt mondja a mindenható, hogy jó, hogy kedves, hogy tökéletes, mi az, amit ő szeret, mi az, amire azt mondja, hogy igaz, hogy, 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 hogy ő szereti azt. És ahhoz, ahhoz szabja az ő viselkedését, ne ennek a világnak a, a normájához és ennek a világnak a szintjéhez. Mert az soha nem lesz ott, ezért néz ki így a világ ezért néz ki így az összes vallás, és a kereszténység az összes közül talán, ami a legalacsonyabb szintesülje. Mivel ők már mindent elfogadnak. Ott mindent lehet, mindenki szeret mindenkit. És a borzasztó az, hogy a legtöbb ember, aki abban részt vesz, az jót akar, és azt szeretné. Csak hagyja magát meggyőzni a világ által. Keresné az igazságot, azonban a könnyebb utat választja, mert elhiszi azokat a hazugságokat, amiket ott tanítanak. Annak ellenére, hogy Pál, Saul is nyilvánvalóvá tette, hogy mi az, amiről ő beszél. Minden versben mindig. A törvények nélkül nem lehet élni. Ez első Thessalonika 4 négyes fejezet, ahol is így és Saul, Pál. Testvéreim, most szeretnék valami másról írni. Tanítottunk titeket arra, hogyan éljetek Elohimnek tetsző módon, és valóban úgy is éltek. Elohimnek tetsző módon. Vajon hogy lehet az? Zsoltárok 40-es tehelim, 40-es fejezet, 8-as vers, hogy teljesítsem a te akaratodat, ez Elohim akarata, ezt kedvelem én, Elohim, a te törvényed keblem közepette van. Ez a mindenható akarata, hogy az ember a szívében hordozza a törvényeit. És ez így volt a tanákban, a, az úgynevezett Ószövetségben, ugyanúgy, amiről itt Pál Saul ír. Elohimnek tetsző módon az az, hogy a törvény az ember szívében van, és úgy él. Ezért most kérünk és biztatunk benneteket Adonája husában, hogy ebben jussatok még előbbre. Hogy többet tanuljatok, ahogyan ők tanították őket, folyamatosan tanulják ezeket a dolgokat, mert ez az, amit a mindenható szeret. Tízes vers, Zsoltárok Tehelém, 40-es fejezet. Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben, ímé nem tartom vissza ajkamat, te tudod, ó, oh, Az ő törvényei, az igazságosság, az az ő akarata ez az, amiben előrébb kéne jutni. Hiszen jól tudjátok, mit parancsoltunk néktek a húsák, ha másiák nevében. Nézzük a másik fordítást. Hogyan folytatódik? Mert tudjátok, milyen parancsolatokat adtunk néktek Adonai a által. Mert ez Elohim akaratja. Mi Elohim akarata? Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, ó Elohim, a te törvényed kebelem közepette van. Ez a mindenható akarata. Teljesen fölösleges azt írogatni, hogy nekünk már új szövetségünk van, vagy vitatkozni velem, mert én ezt nem én mondtam. Ezek a dolgok ide vannak írva teljesen világosan. Ez a mindenható akarata, ez az, amire Saul Pál tanította őket, ez az, amire az apostolok tanították, a proféták, amire Mózes, Mosé, mindenki. Mert ez Elohim akaratja a ti szenté lételetek, hogy magatokat a parázasságtól megtartóztassátok. Hogyan lesz valaki szenté, hogyan emelkedik ki a világból, úgy, hogy a mindenható akaratát követi. Parázasságtól megtartóztassatok hogy mindenitek szentségben, tisztességben tudja bírni a maga edényét, a maga edény a saját teste. Nem kívánság gerjedelmében, mint a pogányok, akik össze-vissza akarnak enni, akik vasárnap, karácsony, sonka, stb. Mint a pogányok, akik nem ismerik Elohime. Nem ismerik, mert nem követik az ő útját, mert nem az ő akaratát teljesítik hogy senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atya fiát, mert bosszút áll Elohim mindezekért, amint elébb is mondottuk néktek, és bizonyságot tettünk. Bosszút állja Hua mindezeket. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket Elohim. Mi a tisztátalanság, ha nem a törvények be nem tartása. Hogyan lehetne valaki tisztátlan, ha nincs törvény, ha nincsen semmiféle instrukció. Tisztátalan arra utal, hogy az ember nem azon az úton jár, ami a mindenható akarata. Az ő akarata pedig nem más, mint az, hogy az ő törvénye az ember szívében legyen. Ez volt a TANAKban, és ez a, az új. Idézés új szövetségben is az ő akarata. Így lesz valaki szent, így lesz tisztességes, így, lesz, így emelkedik ki a világból, és így lesz tiszta. Ha össze-vissza eszik, meg öltözik, meg beszél, meg mindenféle fogány ünnepekbe vesz részt, akkor nem lehet tiszta. Ha van tisztátalan, akkor kell, hogy legyen valamiféle instrukció arra nézve, hogy hogyan lesz valaki tisztátalan vagy tiszta. Efézusiak az 5. Legyetek annak okáért követői Elohimnek, hogyan követi az ember Elohimet, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen másiak is szeretett minket, és adta önmagát mi életünk ajándékul, ajándékul és áldozatul Elohimnek, kedves jó illatú. Arról már volt szó, hogy áldozat nem lehet csak az, aki hibátlan. És erre szólít fel minket, hogy mi is legyünk hibátlanok, hogy áldozatok lehessünk. Paráznaság pedig akármely tisztátalanság, fősvénység ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik. Tisztátalanság, érdemes megtudni, hogy mi az, ami tisztátalanná tesz. Sem undokság, vagy bolond beszéd, trágárság, melyek nem illenek, hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki báványimádó, nincs öröksége a másiáknak és Elohimnek országában. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel. A vallás. Mert ezekért jő Elohim haragja a hitetlenség fiaira. Azok, akik azt mondják, hogy ó, már nincs parancsolat, már mindent lehet, szabad a gazda, azt csinál mindenki, amit akar. Nincs tiszta, tisztátalan, viselheti a keresztet mindenki a nyakán, a fülébe, az orrába, mindenhol, és a többi, és a többi. Azt mond, amit akar, úgy beszél, ahogy akar, elég csak azt mondogatni, hogy ő szeret mindenkit, meg ő, ő, ő nem is gondol másra, csak a, a, teremtőre, meg a megváltóra. Erre utal, hogy senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jű Elohim haragja a hitetlenség fiaira. Kik a hitetlenség fiai? Nem azok, akik nem mondogatják eleget, hogy ők hisznek, hanem azok, akik nem cselekszik az. De mindegy is, hogy én mit gondolok, hiszen le van írva egyértelműen, hogy mi a hitetlen. Ragaszkodjál példabeszédek, Misli 4-es fejezet, 13-as vers. Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, mi az az ő törvénye. Ne hagyd el, őrizd meg azt, mert az a te életed. A hitetleneknek útjára ne menj, s ne járj a gonoszok ösvényére. A gonoszok, akik nem követik az instrukciókat. A hitetlen az, aki nem követi az instrukciót, és aki nem őrzi meg az elkölcsi tanítást. Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek. Rohadjatok el ezektől az emberektől, akik azt mondogatják, hogy mindent lehet, nincsenek parancsolatok, sőt... Sőt... Mert valántok régen sötétség, nem követi az instrukciókat, fogalma sincs semmiről. Most pedig világossági huában, mint világosságnak fiai, úgy jártatok, járjatok, mi a világosság? Mert szövétnek a parancsolat lámpás, a parancsolat tudomány, a világosság és életnek úta a tanító fedések. Erről a világosságról beszél. Nem arról, amiről a világ, vagy mindenki, amit gondol mert olyan szüleit parancsa, mint a lámpa, tanítások, mint a világosság, fegyelmezésük az élet útja. A mindenható parancsolata és az ő tanítása, a világosság. Erről beszél itt Saul hogy legyetek a világosságnak fiai, úgy járjatok, úgy cselekedjetek, ahogyan megmondta. Nem úgy, ahogyan a világ sötétségben. Mert világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van. És akkor szereti az ember a fele barátját. Meggondolván mi legyen kedves huának, És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcselen cselekedeteivel, nem beszédeivel, vagy gondolataival, vagy szavaival, hanem cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat, Azoknak, akik azt mondják, hogy ne ítélj meg, meg ne így, meg ne úgy. Ez nem megítélés, hanem figyelmeztetés arra nézve, hogyha valaki rossz úton jár, hanem fedjétek meg azokat, akik rossz úton járnak. Figyelmeztessétek. Mert amelyeket azok titokban cselekesznek, égtelen dolog csak mondani is. Amiket ezek az emberek csinálnak, az egy utálatosság a mindenhatónak és mindazoknak, akik az ő útján járnak mindezek pedig megfeddetvén a világosság által a napvilágra jönnek, mert minden, ami napvilágra jő, világosság. Mi a világosság? A szüleit parancsa, tanításuk az a világosság. A parancsolatok a világosság, az instrukciók a világosság. Ez az, ami megvilágítja azt, hogy ki milyen úton jár, és mi az, amit változtatni kéne. Ezért harcol a legtöbb ember ez ellen mert ez megmutatja, hogy milyen életet él. Annak okáért mondja, serkeny föl, aki aluszol, és támadj fel a halából, és felragyogod te néked, Hamásiak. Meglássátok annak okáért, hogy mi módon, okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Akkor ezek szerint csak vannak bolondok. Kik a bölcsek, akik ismerik a világosságot, akik az úton járnak, követve a torát, az instrukciókat, és aki ebben jár, az fölébred az álomvilágból, azt föltámad a halálból, ahova a bűn vitte. Nem azért, mert ő hangosabban mondja, hogy ő hisz, vagy arra gondol, hogy ő hisz, hanem azért, mert ő úgy fog élni azután. Meg akarja tanulni, megtanulja, és úgy él. És az nem lesz bolond, mint a világ nagy része, hanem bölcs lesz. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok annak okáért ne legyetek esztelenek bolondok, akik nem követik az instrukciókat, hanem megértsétek, bölcsek legyetek, hiszen azok értik, mi legyen huának akaratja az ő, akaratja pedig nem más, mint az, hogy a törvényed keblem közepette van. Ez az, amit ő akar és meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be a szent lélekkel ruakakodással azért, mert ő majd megmutatja, az, majd megmutatja nekünk, hogy mi a mindenható akarata, de az nem fog mindenféle bolondban euh, élni és akkor sonkát tenni meg, euh, festeni. Beszélgetvén egymás között Zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén, és dicséretet mondván szívetekben jahuának. Nem pedig a bolond beszéd, meg a, az üres beszédek, meg az undogság, bolond beszéd, trágáság, hanem annak az ellenkezője, ami a Zsoltárok, a dicséretek, a hálaadás az énekek. Hálákat adván mindenkor mindenért, Adonai, Husach Másják nevében, Elohimnek és atyának. Tehát két külön személyiségről van szó, vagy lényről. Adonája Husa, ha nevében, Elohimnek és Atyának. Szóval az egyik nevében a másiknak, meg se említ semmiféle harmadikat, meg negyediket. Engedelmesek legyetek egymásnak, Elohim félelmében. Engedelmesek legyetek egymásnak, Elohim félelmében. Akkor ezek szerint Elohim, csak nem olyan mindenkit szerető, hogy majd ő mindenkit magához ölel, ö, meg ö, mindenkit beenged. Mi Elohim félelme? A bölcsesség kezdete Huának félelme. Jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja, annak dicsérete men, megmarad mindvégig. Ez a bölcsesség kezdete, és ő pontosan tudja, Saul, hogy miről beszél az engedelmesség az a mindenható félelméből fakad. Attól, hogy az ember érti azt, hogy mi a következménye a cselekedeteiknek. Érdekes az, ami a következőben ír. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint a huána. Mert a férj feje a feleségnek, mint ha másiák is feje az egyháznak és ugyenő megtartója a testnek. A házasság az a, a szimbóluma annak a viselkedésnek, ahogyan nekünk, ahogyan az egyénnek kellene a megváltóval és a megváltóhoz viszonyulnia. Ezért nem működik a házasság a mai világban, amikor amikor mindenki teljesen elvesztette már a józan eszét, különösen azok a nők, akik azt hiszik, hogy férfiak, meg hogy mesztelenül kell rohangálniuk, meg, meg hogy ők egyedül kell, egyedülállónak kell legyenek, meg mit tudom én minek. Ez az, ami lerombolja ezt a harmóniát, amit a mindenható megteremtett. Ezért néz ki így a világ, ahogy. Mindaddig, amíg a nő akarja vezetni a dolgot, nem fog működni, mert nem így van a természetes rend. Tetszik vagy sem, ez van. Ez természetesen nem azt jelenti, amit a legtöbb férfi csinál, hogy mint egy rabszolga hajcsár úgy viselkedik. A kettőnek harmóniában kell együtt dolgoznia. Azért, hogy mindkettő úgy éljen, ahogyan a megváltó megmutatta, és ahogyan a mindenható elvárja azt tőlünk de ez nem működik úgy, hogyha az egyik, meg a másik, vagy mind a kettő teljesen elvesztette az eszét. De miképpen az egyház engedelmes a másiáknak, ugye nem a mai egyház természetesen, mert az mindenkinek engedelmes, csak a megváltónak, nem az mindent csinál, meg mindenről beszél, csak arról nem, amit, amit az igazi megváltó mondott, vagy azt csinál. Persze a Jézus az nagyon megy de azon kívül semmi. Azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben. Ti férfiak pedig szeressétek a ti feleségeteket, miképpen ha másik, is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Ez az egyház szót nézzük meg, mert az ember gyomra felfordul, annyit mondogatják ezt az egyházat, úgyhogy nézzük meg, hogy mit is jelent ez valójában az eredetiben. Ugye angolul church, Eklézia. Ez a szó pedig a görög. szia szó. És ez nem más, mint azon emberek gyülekezete, akik kilettek hívva az ő otthonukból valamiféle nyilvános helyre. Ez egy gyülekezet. Azok, akik kilettek hívva, azok az emberek, akik ki vannak hívva a világból, ebből a szennyből. Ez azoknak a gyülekezete. Ezért nem lehet az egyház. És nem akarok, nem szeretnék senkit megsérteni, de ez az igazság. Az egyház nem engedelmes a megváltónak, és nem jó képe annak a férfi-nő viszonynak, amiről itt beszél. Az egyháznak mindenhez van köze csak az íráshoz és a megváltóhoz. Különösen a keresztények, mert a többi ugye nem is játszik. Úgyhogy ezt az egyház szót én inkább elfelejteném, és mondjuk valamiféle gyülekezetnek hívnám, mert ha túl sokat mondogatják ezt az egyházat, az ember rosszul lesz a végén. Úgyhogy ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen másják, és szerette a gyülekezetet, és önmagát adta azért. Ez az a gyülekezet, akiket ő kihívott a világba. Egy olyan gyülekezet, ahol olyan célra vannak emberek, hogy felszabaduljanak valamiféle eh, formában, valamilyen tanács által. Ugye itt írja azt, hogy az izraeliták gyülekezete. Tehát a megváltó önmagát adta ezért a gyülekezetért, azokért az embereket, akiket ő hívott ki a világból és hív ki folyamatosan. Nem azért a keresztény egyházért, meg a katolikusért, meg az összes többiért, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy ő, ő mit akart vagy mit tanított. Azokról itt egyáltalán nincs szó. Azokról van szó, akik követik az igazi megváltó útját. Mert a, a hamis megváltó az a Jézus Krisztus, akit ők híresztelnek. Az nem halt meg senkét, hiszen az nem létezett. De ha másják, az, aki tanította és megmutatta, hogy hogyan kell élnünk, az azokért halt meg, akik őt követik és úgy élnek, ahogy ő élt. Hogy azt megszentelje, azt a gyülekezetet, azokat az embereket megtisztítván a víznek feredőjével, az íge által. A bemerítés által. És, ugye az maga a a mindenható szava, akkor annak a, a, tisztító ereje és ennek a szimbólum. Hogyan, hogyan, lehetne az már elfelejtve, meg eltörölve, hogyha az az ige az, ami által megtisztította az embereket, vagy megtisztítja. Hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben azt gyülekezetet, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, semörgőzés, vagy valami aféle, hanem hogy szent legyen és fedhetetlen. Nézzük meg a másik verziót, mert ez a sömörgőzés nem nagyon érthető. És itt nem is, nem is egyházat ír, hiszen rájöttek arra, hogy semmi köze a mai egyházakhoz, szóval, hanem eklézia, ugye eclesia, vagy pedig gyülekeze. Férjek! Férjek, ti pedig úgy szeresétek feleségeteket, ahogy másiek szerette a gyülekezetet, az ekléziát, odaadta érte a saját életét, hogy szentét tegye, szellemileg megtisztítsa, mint egy megfürdetve Elohim beszédében. Akkor, hogyha valaki nem Elohim beszéde szerint él, akkor vajon azzal mi lesz. Így készíti fel az ekléziát, a gyülekezetet a maga számára, hogy ne maradjon azon szennyfolt, disznóhús, vagy ránc, tojásfestés, vagy bármi eféle karácsony vagy vasárnap, hanem hogy szent és tökéletes menyasszonya legyen. Ezzel nem lesz egyszerű ezután szerintem senkinek elszámolni magában, hogy miért nem követi ő az írást. És a mindenható igét, hogyha egyszer az által tisztul meg valaki. Most már akkor fejezzük be az egészet. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségét, mint az ő tulajdon testöket. Nem ö, részegen agyonverni minden este, meg ordibálni, mint egy félőrült. Ez a lényeg, ha a nő engedelmes, a férfi szereti úgy, mint magát, akkor működik harmonikusan a kapcsolat. Így lett kitalálva, aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. És ez a mintája annak, ahogy a mi viszonyulunk a teremtőhöz, ahogyan a megváltó viszonyult a kiválasztottakhoz, ezért találta ki a mindenható ezt a kapcsolatot két ember között. Ezért próbálja mindenféle módszerrel az ellenség lerombolni. Ezt a kapcsolatot, amit házasságnak hívunk. Mindenki annyiszor házasodik, ahányszor kedve tartja, vagy minden fél évben, vagy minden öt évben. Plusz a nő férfinek képzeli magát, a férfi nőnek, meg mindenki ész nélkül hagyja a sajátját, és senkire nem figyel, és nem hajlandó senkire figyel. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte. Persze ez akkor még így volt, a mai világban persze már mindenféle ballondok vannak. Hanem táplálgatja és ápolgatja az, miképpen a -e hua is az egyháza. Ugyanúgy szereti az ő feleségét, mintha a saját testelene ugyanúgy tanítja, az igére, ahogyan a mindenható tanította az egyház, a kiválasztottakat az ekléziát, a gyülekezetet. A férj tanítja a nőt ezekre a dolgokra, és együtt fejlőd, ahogyan a mindenható is tette azt a gyülekezettel. Ezért ők a mintája. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók. Aki nem úgy él, az nem lehet az ő tagja hogy lehetne egy olyan ember a tagja, aki, aki, aki a, rohangál, azt, 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 hirdeti, hogy minden el van törölve, azt úgy élhetünk, mint a pogány. Ha valaki azt gondolja, hogy az az ő testét, a tagja lesz, hát az el van tévedve. Annak okáért elhagyja az ember az atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és le, lesznek ketten egy testé. Hogy mennyire alapvető kapcsolat ez két ember között az egy Mózes Beresít kettes fejezetből kiderül, annak okáért elhagyja a férfi az atyát és anyját, és ragaszkodik a feleségét, és lesznek egy testi. Ez az az intézmény, amit a mindenható a kezdet kezdetén felállított azért, hogy segítse az embert, hogy megmutassa, hogyan kellene a kettőnek együttműködni úgy, ahogyan ő szeret minket, ahogy ő működik velünk, a gyülekezettel, a kiválasztottakkal, az izraelitákkal, akiket kiválasztott, úgy működött ő is velük. Ő volt a férj, ők voltak, illetve lettek volna a feleség. Azonban miért nem lettek, mert nem követték a parancsolatokat? Hogy lehetne ma valaki annak a helyében, aki szintén nem követi a parancsolatokat? Sehogy nyilván. Felette nagy titok ez, ugye ez egy nagy titok, de én a, én a hamas és a gyülekezetről szólok. Tehát nem az emberről beszél itt, hanem a megváltó és a gyülekezet és az emberek viszonyáról, aminek egy szimbóluma a két ember, a férfi és a nő kapcsolata kellene, hogy legyen. Hanem azért ti is egyen-egyen kiki az ő feleségét úgy szerese, mint önmagát az asszony, pedig meglássa, hogy félje a férjét, így működne a kettő együtt, vagy a kettő együtt fejlődik. A férfi szereti, az asszony pedig tiszteli. Nyilván mindkettő tiszteli és szereti egymást. De így működik ez az alá A kettő kiegészíti egymást. Remélem érthető volt mindenki számára, és látjátok azt, hogy Saul Pál soha nem beszél parancsolatok ellen, sőt, ugyanúgy, hogy mindenki más, azt próbálta megértetni az emberekkel a saját módján, hogy ez, ezek elengedhetetlen részét képezik a megváltásra. Nincs én nekem meggyőződésem az, hogy a Hua a teremtő szánt szándékkal ezt a fajta szellemet vagy spirituális erőt adta Saulnak, illetve Sault adta inkább ennek az erőnek az irányítása és hatalma alá ilyen nyelven írja, hogy szétválaszza azokat, akik valóban az igazságot keresik, azoktól, akik csak egyszerűen mondogatni akarják, és pogányként élni, és azt gondolni, hogy majd ők oda kerülnek. Hiszen az összes többi közül a 66 könyvben talán Saul írásai azok, akik a legtöbb embert térítettek el. És ha mindenható nem így akarta volna, akkor nem így lett volna. És ő így akarta. Azért, hogy kiderülje, hogy ki az, aki valóban keresi az igazságot. És ki az, aki megáll két versnél ott, hogy ne ajt, hogy megítéljenek az új meg a, az ételit, meg mit tudom én minek a alapján. Hogy most már mindent lehet. Tojás festeni, meg paca ez volt a lényege ezeknek az írásoknak. Még azt sem értették meg az emberek, hogy ezek nélkül is ugyanúgy eljutott az ember a, az üdvösséghez, mint ezekkel. Ha soha nem olvassa pár levelét, is megtud mindent, amit kell. Azonban úgy, hogy csak ezt olvassa, úgy soha nem fog eljutni. Hiszen nem lehet egy könyvet úgy olvasni, hogy a végén elkezdem, kihagyom az összeset, eldobom, és azt hiszem, hogy meg fogom érteni. Ezzel befejeztük ezt a részt, és folytatni fogjuk. Természetesen, hiszen rengeteg vers van még, amit, amit beszeretnénk mutatni. Annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy hogyan lehetünk mi is tagjai annak a gyülekezetek, amit ő kihívott. Hogyan lehet az ember tiszta, hogyan lehet az ember úgymond kiválasztott, hogyan válhat ki a világból, hogyan válhat külön hogyan mutathatja az utat másnak, és hogyan, hogyan léphet rá arra az útra, amit a megváltók kijelöl. És nem arra, amit az egyház és az ember kijelöl. Én nekem teljesen mindegy lenne, hogy csinálni kell a törvényeket, vagy nem. Az egyetlen dolog, ami számít, az az, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem, ó Jahua, Elohim, a te törvényed keblem közepette van. Ez a lényeg. Az, hogy az én véleményem mi, vagy hogy a, a, az egyházatják, vagy a, a pap, vagy a teológia professzor, vagy a tanszék, az teljesen lényegtelen. Filozofálhatnak reggeltől estig, mint ahogy teszik. Az számít, hogy mi van ideírva az írásban. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek, kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!